Sziasztok, nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek, rokonok, barátaim, az Úr áldása legyen veletek, és itt van az én kedvenc, drága szép hugom, unokahugom, első unokahugom, találkoztam vele, és tudjátok, mekkora nagy dolog az, hogyha az ember a szeretteivel találkozik? Ekkora, itt a Szent Szellem. Ekkora, és én mindig örülök a testvéremnek, a rokonomnak, ő meg ráadásul a szép hugocskám, ő első unokahugom ám, úgy nézzetek rá, kedvencem, meg az ő édes testvére is, mindegyik, a Gyuszi, a Tibi, az Annuskám, a másik unokukom, mindenki. És nagyon fontos, mikor mondom, találkozunk egymással, és örülünk, hugocskám, egymásnak. Nagy dolog? Nagy dolog vagyok én neked? Látod, mindennek oka van. Látod? Így van, így van. És tényleg kijöttünk egy kis sétára, és ez egy óriási dolog, hogy az ember teli van boldogsággal akkor, amikor látja a szeretteit. Tehát szeretjük meg egymást? Így van, imádjuk. Igazi testvérség? Így van. Ez a legnagyobb érték? Hát ettől is nagyobb érték. Úgyhogy üzenjél a testvéreinek valamit. Hogy valami jó? A testvéreinknek csak annyit, hogy az áldásodat. Mondjad csak a testvéreinknek. A jó Isten áldja még az összes testvéreimet attól függetlenül, hogy így vagyunk. És azt kívánom, hogy mindenkinek költözöm be a Szentlélek a szívébe. Amen. Nagyon jó. És mindenki jobb belátással lásson, halljon. Amen. Szép beszéd. És ezután az embernek a lelke egy kicsikét forduljon a jó felé. Ennyi, csak ennyit tudok mondani, üzenni. Így van, igaza van, igen. Még övé a szó a hugó. Jó, hát én ennél többet nem tudok sajnos mondani. De a szeretet fontos, így van? Így van, a szeretet fontos. Használjuk a szeretetet. Így van, ez jogos, így van, jogos, így jogos. Van, így van. Úgyhogy a drága hugom valóban ezt szeretné, mert ő mindig jó testvéri kapcsolatban volt, most is abban van, de a rokonsággal is szeretne közelebb neki, most azt fáj elmondom nektek, hogy a vidéki rokonok is jöjjenek, látogassanak meg minket, a szeretet legyen velük, persze ők is szeretnek minket, így csak van, hát most messzire vannak. Na, de az édes testvéri kapocs, az a legnagyobb érték a világon, és a így rokonság, van. A barátság, stb. És nem nagyon. Mondjuk, hogy az ördög támadja őket, és ő befolyásolja az ördög őket, és így van, és álljanak ellen. Így van, minden mert támadásnak, minden kísértésnek, pont a hugom, minden megpróbáltatásnak. Beszél. A hugommal pont arról beszélgettünk, hogy mesélt, hogy van egy barátnője, és az édes testvérek összevesztek, mert annak a párja, ugye annak a párja összeúszította őket. Igen. Na most ez egy nagyon nagy üzenet, hogy van. Ezt nem szabad engedni, és mindenkinek üzenjük, hogy nem szabad engedni azt, hogy legyen a sógornő, sógor, koma, akárki, hogy az igazi testvérséget lerombolja. Erről beszéltünk, és ez egy fontos dolog, úgyhogy a hugomnak, látjátok, fáj akkor is, mikor a barátnő ilyen sorsban van. Szeretjük egymást, ti szeressétek egymást. Isten áldja meg mindannyiótokat, amen. Szeretteim, amen. Barátaim. Amen. Sziasztok! Amen.